1848. március 15-e jelentős nap a magyar történelemben. Nem véletlenül ismerjük a 168 évvel ezelőtti nap történetét, Petőfi nemzeti dalának kinyomtatását és felolvasását a Nemzeti Múzeumnál. Már az óvodában megtanultuk, hogyan szabadították ki Táncsicsot a helytartóság épületétől, miként énekelték először valódi nemzeti himnuszként Kölcsey versét Erkel zenéjével. Mégis gyakran elfeledkezünk arról, hogy mindez a fiatalos, tavaszias nap teljesen eredménytelen lett volna a reformkor megalapozó évei nélkül. Alig ha lenne most miért összegyűlnünk, ha nem lettek volna, akik a reformok lázában, gondolataikkal, tetteikkel, szorgos munkájukkal mély alapot raktak volna a jövendő magyarságnak. Alig ha emlékeznénk erre a napra, ha nem lettek volna előzőleg szenvedélyes viták a reformországgyűlésben, ha már nem lett volna kész Magyarország felemelkedésének programja, amelyet az uralkodó április 11-én törvényként szentesített. Az évekig tartó, sokszor reménytelen diétai csatározások, követeléseket persze a tömegmegmozdulások hatására fogadta el a bécsi udvar. De tudnunk kell, hogy nem a szerencsének, nem a nemzetközi események véletlen egybeesésének, még csak nem is a fiatalos lázadásnak volt köszönhető, hogy a magyar nemzet 1848-49 napjában önmagára talált, hanem egy tudatos programnak. A történelmi fordulópont a mai napon volt 168 esztendeje, de alig ha lenne most mire büszkék lenni, ha nem lettek volna Széchenyinek követői, akik az ő szellemében cselekedtek, akik mély alapot fektettek a jövendő magyarságának, és azon munkálkodtak, hogy apró harcok helyett a békesség műveit tegyék tenyérbekké. Olyanok, akik képesek voltak először maguk megváltozni azért, hogy ezáltal másokat is megváltoztassanak. Így talált a nemzet rendíthetetlen vezetőkre, akik maguk mutattak példát arra, hogy létezik újjászületés. Ami ritkák azon a percek, amelyek egyszerre átalakítják az embert, mégis minden embernek adatnak olyan fordulópontok, amelyektől kezdve egészen új életet kezdhetne, s főleg jobb irányba indulhatna, írja Széchenyi István a naplójában. Majd így folytatja, mert hisz a mindenségben a jó mégis sokkal hatalmasabb a rossznál. Ezeket a pillanatokat én az újjászületés pillanatának nevezem. Ugyanazt észlelhetjük oly nemzetek életében is, melyek még emelkedésre képesek. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, 1848-49 és a reformkor arra mutat példát mindannyiunknak, nekünk, késői magyaroknak, hogy van példamutatás az egyén életében épp úgy, mint egy egész nemzet életében. Engedjék meg, hogy felidézzem, példaként említsem Battyány Fülöp életpályáját, akinek születése 235. éve alkalmából ennyiket emlékévet tartunk, életműve jó példa a fenti gondolatokra. Battyány Fülöp gazdag volt és sikeres, méltó örököse a híres familiának. Ellenséget nem gyűjtött, de visszahúzódó alkata ellenére is sok irigye lehetett. Fülöp herceg pedig a legnagyobb adakozók, mecénások körében tartozott a maga korában. Az akadémián kívül sokat fordított Körmenden városrendezésre, a Nagy-Dunai árvíz után Érd újjáépítésére, Enyingen pedig nagyméretű templomot, kastélyt épített, munkája határozza meg a város mai arculatát. A szerteágazó szépítő munkák, beruházások mellett bajba jutott emberek sokaságán segített, ha tűzkár vagy más szerencsétlenség érte őket. Patronusa volt a hozzáforduló szegény deákoknak, tisztviselőknek, özvegyeknek, árváknak. A reformkor egyik meghatározó figurája volt. Szociális érzékenységéről nem egyszer tett tanúbizonyságot hosszú élete során. Felettébb érdekes, távolabb mutató kezdeményezése volt még aktív főispánsága idején, hogy egyes földesúri hatáskörben lévő falvak birtokrendezést hajtott végre, amely során zsellérsorból telkes jobbágy státuszba emelt családokat. Ezeken a településen a gazdák helyzetében kiegyenlítődést hozott létre, szorgalmas paraszti családokat juttatott új lehetőségekhez. A telkek átalakítása körüli vitákban pedig nem hatalmi szóval, hanem bírói úton kereste az igazságos megoldást. Már idős ember volt 1848-ban, de a pesti forradalom után szerepet vállalt a megyei bizottmányokban. Igaz ellenben, hogy egész életében lojális maradt az uralkodóhoz,
Életének jelentős részét Bécsben töltötte, onnan járt birtokaira, Szombathelyre, Pozsonyra, Pestre, vagy ahová éppen a kötelesség szólította. A szabadságharc után a szelíd herceg visszavonult, 1870-ben halt meg aglegényként. Hosszú élete során áldozatkészsége legendássá vált. Példáján erőt adhat ahhoz, hogy szavait kölcsönözve a hon oltárára áldozatadóját a nemzet minden fia letehesse. Példája álljon mindannyiunk előtt. Igen, már! Menjünk el, nyaralj! Persze, mindig nekem kell csukni az ajtót! Gyerekek! Nem hiszem el! Felhozok titeket enyikről ide a nagyvárosba, és kellemetlen helyzetbe hoztok. Tudom, hogy már elegetek van ebből az egészből, de kicsit viselkedjetek kultúráltabban. Köszönöm, gyertek, menjünk tovább! Sziasztok, szeretettel üdvözöllek benneteket a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ezen a rendkívüli tárgyalásban. Szerintem akkor foglaljatok is. Szerintem is gondoltam. A mai délelőttet együtt fogjuk tölteni, hogy megismerjük az 1840-es Fejezd már be! Március 15-ei eseményeket. Nem csak a nagyszerű dicsőbb pillanatokat láthatják, hanem elárulok egy-két kulisszatitkot is. Olyan eseményeket, amik kimaradtak a tankönyvekből. Az első képen Petőfiék lakásának belsejét láthatjátok. Nem volt kegyes a sors Petőfi lakásaihoz. Nem csak az a Jókai Mórral közösen bérelt lakását ült el, amelyet március 15-én magáénak mondhatott, hanem 1937-ben lebontották utolsó pesti lakását is. Ebben a közös lakásban tartották azokat a megbeszéléseket, ahol megtervezték a 15-i események sorrendjét, helyszíneit is. Na és Petőfi Júlia, hogy tetszik a házas élet? Jól meg vagyunk. Ki lehet az ilyen későn? Jó estét, Vasvári! Szervusz, Júlia! Szervusz, Vasvári! Többenetes hírekkel érkeztem. Párizs után már Bécs is forrong. Már Bécs is. Ki következik hát? Most mi következünk? Lázadjunk, emberek! Csináljunk forradalmat! Már csak az a nagy kérdés, hogy hol legyen a forradalom? Ez nem kérdés, hisz a Pillbox kávéházban tartjuk. Én a múzeumkertre gondoltam, hiszen ott vannak a piacosok is. Beszállhatnának ők is a lázadásba. A piacosok biztosan nem állnak mellé. A Pillbox kávéházban pedig nem férnénk el. Én a Dunára szavaznék. Ugyan már, kit akarsz te belefolytani a Duna vizébe? Majd felrakunk pár korlátot. Korlátod a szabadságharc idejére? Szerintem meg, mivel forra bérünk, és hát forra kávé, ezért legyen a pillanatban. Drágám, hoznál be még egy kis sütemény? Természetesen. Én egyetértek a múzeummal. A múzeummal? Mindenki ezt a képtelen ötletet pártolja? Veletek ki lehetetlen tárgyalni? Ne hadonálsz az esernyőm, és tudod, hogy egy tör van benne. Ugyan már, Petőfi. Jó hír, barátaim. A tőr Bécs felé mutat. Ez azt jelenti, nekünk is lázadnunk kell. Petőfi tényleg ilyen laza volt? Petőfi akkor legnépszerűbb embere volt, ezért rendkívül sok ambícióval rendelkezett. Hőseink annyira elfecsegték az időt, hogy mire elindultak a Pillbox kávéházba, amit egyébként Fillingernek hívtak a tulajdonosa után, az ifjúság kezdett szétszéledni. Ekkor egy rendkívül élesre szültet, rekész fiatalember, a bukaresti református papja, Sükei Károly költő, kirohant az utcára a kézzel írt 12 ponttal, és elkezdte az utca emberét megszólítani. Határozott fellépése, jó orgánuma hatást váltott ki, azonban volt egy szépséghibája a történetnek. Emberek! Figyelem! Mit? Mi van a... Magyar... Mit kérdez, akar valamit mondani? Kívánjuk a sajtó szabadságát.
cenzúra eltörlését. Igen, a cenzúra eltörlését! Felelős minisztériumot, ura, fessen. Igen, a fessen! Éventinti országgyűlés, fessen. Igen, csak nem hisznek ennek az embernek. Hát nem látják, hogyha az örvény előtt meg akarja tévezni őket. Egyenlőség. Tényleg így hirtelen jöttek az elhatározások. Vallási. Ez az ember meg beszélni sem tud, csak nem így. Teljesen igaza van. Nemzeti. Ez az ember bolond. Talán olyan bolond, hogy Dili házba kéne vinni. Magát kéne Dili házba vinni. Hé, mit csinálnak? Engedjenek el! Mit húztatok el? A császári oldalon álló besugót. Az összegyűlt emberekkel az egyetemekhez mentek tovább, ahol felolvasták a 12 pontot, és Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. A visszaemlékezések szerint inkább üvöltötték. Igaz. Innen a már 5000-es tömeggel a Landerrel nyomdához siettek, hogy kinyomtassák a 12 pontot és a nemzeti dalt. Holnapra. Rendben, de miért? Úgy érzem, valami készülődik itt a városban. Mi vagyunk a március ifjak! Jó napot kívánok! Kérem, nyomtassák ki ezt az iratot! Nincs arra egy cenzúrás pecsét. De kérem, ez nagyon fontos. Erre az iratra odakint 5000 ember áll a hidegbe. Kérem! Nem tudom kinyomtatni. A nép nevében lefoglalom! Van még esély? Emberek! 12 órát időtt a harang. Mindenki menjen haza, és ebédelje meg a családjával, és 2:30-ra jöjjön vissza. Uram, én nem azért jöttem, hogy ebédelgessek! Tiltatni, hogy tiltakozni jöttem! Asszonyom, kérem, nyugodjon be! Nyugodjon a férjemet elvitték, a két gyerekem otthon sír, engem ne nyugtasson senki! A besúgók miatt nem merték hangosan kimondani, hogy ez a helyszín a Nemzeti Múzeum. A forradalmi ifjak pedig a Nemzeti Múzeumhoz tartottak, hogy a szabad sajtó első példányait, a nemzeti történelem szent erekjéit átadják a múzeum igazgatójának. Nagy gondban volt, ugyanis a múzeum kertje a város felé ugyan le volt kerítve, de a szomszédos piac felől szabad a bejárás. Nincs kerítés. Mit keresnek itt ezek az állatok? Hát figyel őket! De nem tudom őket elvinni! Épp ma kell lenni a piacnak, amikor ilyen fontos történelmi esemény folyik. És erről én tehetek? Hát nem tud valamit tenni? Megtaláltuk valamit. Uram, 2:30-ban visszajöttünk. Most pedig hallgassuk meg Vasvári Pál beszédét. És most szabadítsuk ki Táncsics Mihályt! Szabadítsuk ki!
tényleg itt szavaltál a nemzeti dalt? Nem, ezt tévhit. Itt nem szavalta el. A Nemzeti Múzeum után a Városházára mentek, vagy kiszabadították Táncsicsot börtönéből, aki sajnos annyira kimerült, hogy a nap további eseményein nem tudott részt venni. Szobájában mély álomba szenderül. A nagy napot a Nemzeti Színházban fejezték be, ahol életre szóló barátságok és szerelmek szülődtek. Ez tehát a forradalom első dicsőséges napja. Petőfi így summázta a nagy napot. Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek a napot örökre nevezetessé teszik a magyar történetben. Események folytatásának ez közönséges volt, kétség kívül, de tekintve annak, ami volt, kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni meglett embernek. Köszönöm a figyelmetek, remélem, hogy közelebb került hozzátok az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc. Láthattátok, hogy fiatalok lelkesedéséből milyen sorsfordító pillanatok valósulhattak meg. Köszönjük szépen, nagyon tetszett, és most nekünk már mennünk is kell, mert otthon is kezdődik a megemlékezés, és az egyik diákunk még fel is lép. Viszontlátásra! Gyertek, gyerekek, már nincs ide átöltözni, tegyük fel. Thank you.
meghatódva hallgatjuk megemlékezéseket, meg felidézik a dicső napok, hetek, hónapok eseményeit. Ismerjük a fontosabb helyszíneket, mi történt Pest-Budán, ismerjük, hogy kik voltak a márciusi ifjak, kik voltak a forradalom és a szabadságharc vezetői, de felmerül az emberben a kérdés. Vajon itt Enyingen és Balatonbozsonyban mi történt? Hogyan élték meg az itteni emberek az eseményt? Annyit tudunk, hogy Bocsor István Enying híres szülötte, a pápai kollégium tanára, majd később igazgatója, aki tanította Petőfi Sándort és Jókai Mórt is, Enying város képviselője volt az első szabadon választott országgyűlésen. Na de a többi ember vajon hogyan élte meg ezeket az eseményeket? Nemrég a kezembe akadt egy régi irat. Ezen az alábbi olvasható. 1848. májusában 11 gyalogost és egy lovast írtak össze a nemzeti őrseregbe a balatonbozsoki lakosok közül. Név szerint Jankovics Gyula nemes földbirtokos, Szűcs István, Lampert László, Balassa György, Csizmadia István, Zsargó Mihály, Molnár János, Karácsony László, Cseh János, Kovács János, Szabó Mihály, Nagy Márton, Horváth Péter, Tihanyi Mihály és Tihanyi Péter, Bak János, Tóth János. Enying 225 jelentkezőjével együtt egy kapitányság alá sorozták őt. Legyünk büszkék rájuk, és kívánom, hogy legyünk méltók hozzájuk. Fidesz Magyar Polgári Párt enyingi szervezete képviseletében Buza Krisztina alpolgármester és Varga Gábor országgyűlési képviselő helyezi el a virágokat.
A Barátság Nyugdíjas Klub nevében Nemszíder Zsuzsa és Keresztes Zoltán népkoszorúz. Képviseletében Iván Géza és Lédik Gyula koszorúz. Képviseletében Tolnai Zsuzsa és Nyiráviné Cserna Viktória helyezi el a virágokat. Kétszer.